három plusz egy trükk arra, hogy hogyan tudod Adobe Lightroom-ban gyorsabban és hatékonyabban megszerkeszteni a fényképeidet. Én már 11 2 éve Adobe lightroom használok, és szerintem ez az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb képszerkesztő szoftver. És tényleg a megfelelő utómunkát alkalmazva hihetetlen sokat tudunk javítani a fotóinkon, különösen, hogyha RAW formátumban fényképeztünk. Nézzük az első tippet! Ez most nagyon furcsán fog hangozni egy olyantól, aki folyton az utómunka fontosságáról beszél, de az első tip az az, hogy ne szégyeljük néha megnyomni az Auto Tone gombot, azaz amikor a Lightroom automatikusan megszerkeszti helyettünk a fényképeket. Sok esetben a Lightroom ezen automatikus funkciója szinte pont olyanra szerkeszti a képet, amilyenre én szeretném vagy ha nem is pont olyanra csinálta, akkor ezen a gyors szerkesztő panelen pár gomnyomással a megfelelőre tudom varázsolni. Viszont ez az autóton funkció csak akkor szokott jól működni, ha egy idézőjelben normál fényviszonyok közt készült fotóról van szó. Ami tipikusan napoli fények mellett készült, és vannak rajta a rendes álnyékok és csúcsfények. Ezeknél szokott az autóton jól működni ahogy azt is észrevettem, hogy arcos képeken a Lightroom nem ismeri fel, hogy ott arc van, és az ilyen ellenfényes képeknél hajlamos sötéten hagyni az arcot. Szóval nem kell félnünk, az autóton funkció egyelőre nem fogja elvenni tőlünk a képszerkesztés örömét, ugyanis számos esetben nem működik úgy, ahogy mi szeretnénk. Jöjjön a második trükk. Hogyha a Develop panelen állunk, akkor az Alt vagy az Option billentyűt nyomva tartva hogyha húzigáljuk az egyes csúszkákat, akkor a Lightroom átvált egy olyan nézetre, ami segít minket abban, hogy jobban lássuk, hogy ez a csúszka hogyan hat, illetve hogy mennyire toljuk vagy húzzuk föl. Különösen a Blacks és a White csúszkák esetén hasznos ez. Ez a két csúszka az, amivel a histogram két szélét balra-jobbra tudjuk tolni. Ha nyomva tartom az Alt vagy Option billentyűt, miközben a Blacks csúszkát fogom, akkor a kép kifehéredik, és színek jelzik, hogy mely részek fognak bebukni, azaz lesznek feketék. Optimális esetben az a jó, hogyha a fő témán semmi sincsen bebukva, vagy kiégve, de szerintem a kép többi részein ez valamennyire megengedett. És egy kis fekete éppen hogy legyen a képen. A white csúszkánál szintén ez a helyzet, ha az alt vagy option gombot nyomva tartom, akkor fekete lesz a kép, és fehéres részek jelzik majd, hogy melyik rész fog kiégni. Ideális esetben az a jó, hogyha a histogram görbéje pont beér a sarkokba, tehát éppen, hogy csak van egy picike fehér és egy nagyon pici fekete is a képen. Természetesen ez mindig témafüggő, most egy általános, jól megvilágított napoli képről beszélek. Ezzel a módszerrel egyébként az ilyen párás időben készült tájképekkel csodát lehet tenni. Persze vannak fotók, mint például ez, ahol a téma, a modell helyesen van exponálva, viszont ilyenkor a háttéri része kiég. Szerintem ez teljesen normális és megengedett, és ilyenkor a hisztogramnak se kell a szabályokat követnie. Tehát, hogyha egy fotónak a fő témája az arc, vagy egy emberi alak, akkor szerintem teljesen normális, hogyha mögötte az ég ki van égve, senkit nem érdekelnek ilyenkor a felhők, vagy hogy az égen milyen részletek vannak, a fő téma az arc legyen helyesen exponálva, illetve a kép úgy legyen megszerkesztve, hogy az arc nézzen ki jól. Csak most a videóvágásakor jutott eszembe, hogy egy pdf-be, én már összegyűjtöttem az általam leggyakrabban használt Lightroom-os billentyű kombinációkat, billentyű parancsokat, ha, igen, azokat fönt a fiam legói, szóval ezekkel a billentyű parancsokkal sokkal, de sokkal gyorsabb a munka Lightroomban, ezt a pdf-et a videó alatti linken találod. Jöjjön a harmadik tip: ez pedig, hogy használjuk a maszkokat. Illetve egy kis pontosítás, hogyha régebbi verzőjű Lightroomot használsz, ott még nincsenek maszkok, hanem ecsetek, filigátmentes szűrők és körkörös szűrők vannak, de hogyha újabb verziójú látomot használsz, ott ezeket a funkciókat összevonták egységesen a maszkok alá. A maszkokkal, vagy hát a szűrőkkel, ecsetekkel a kép egyes részeit szelektíven a kép többi részétől eltérően tudjuk szerkeszteni. Például az ég túlvilágos a háttérhez képest, ezért teszek rá egy félig szűrőt. Rákattintok, lehúzom, jobb oldalon beállítom, hogy hogyan milyen paraméterek hassanak a felső részre. Tehát most a kép alsó részére ezek nem hatnak, csak a felső részre, és az is egy átmeneten keresztül. De ennek van már egy fejlettebb funkciója is, amikor azt mondom, hogy maszkok, select sky, és ilyenkor pár másodperc után automatikusan a Lightroom megtalálja az eget, kijelöli, és még akkor is működik ez a funkció, hogyha a horizont nem egyenes, vagy erdők, fák vannak előtte. Majd ezután az égre külön tudok úgymond hatni. Szintén új funkció a subject, azaz alany kijelölés. Például ezen a fotón a túlságosan álnyékos volt, ezért egy gomnyomással kijelöltem, és egy kicsikét felvilágosítottam. Sőt, hogyha ezt az alany kijelöléses maszkot megduplázom, és megfordítom, akkor csak a hátteret jelölöm ki, és ezt tudom szelektíven szerkeszteni. Természetesen ezzel vigyázni kell, mert hogyha túltoljuk, akkor már a szemünk érezni fogja, hogy a téma és a háttér nem illeszkedik össze, hogy a téma egy kicsikét világosabb lesz, mint a háttér, és érezni fogjuk, hogy valami nem stimmel. A Lightroom által az ég tanfolyamban nagyon sokat foglalkozunk maszkokkal. Mind a régi verziói Lightroomon, mind az újon bemutatom, hogy ezekkel a maszkokkal miket tudunk elérni. Ezt az online tanfolyamot azok számára készítettem, akik szeretnének a fotós utómunkában jobban elmélyülni, és a fotóikat tudatosan megszerkeszteni, legyenek azok tájképek vagy portrék. A kurzus 11 órányi, folyamatosan frissülő anyagához bármikor hozzáférsz, bármennyiszer megnézheted, és az egyes videók alatt tőlem is kérdezhetsz. A videó alatti linken találsz a kurzusról bővebb információt, és itt olvashatsz az eddigi résztvevő visszajelzéseiről is. Most jöjjön a bónusz adná magát, hogy azt mondjam, hogy használjunk preseteket. Ugye ezek azok az előre elmentett beállítások itt a Develop Panel bal oldalán, amit egy gombnyomással elő tudunk hívni. Viszont én mégis most egy másik funkciót ajánlok. Ez pedig a Synchronize Settings. Teszem azt, készítettem rengeteg képet ugyanarról a témáról, nagyjából ugyanazzal az expozíciós beállításokkal. Most akkor szerkeszem meg mindegyik képet külön-külön egyesével, mindegyik képen húzogasson végig a csúszkákat. Egy flash. Pontosan ennek kikerülésére való a Synchronize Settings funkció. Ráállok arra a képre, amit már megszerkesztettem, majd kijelölöm a többi képet, majd ezután azt mondom, hogy Sync Settings. Bepipálom, hogy melyik paramétert szeretném átmásolni, például a vágást nem szeretném átmásolni, mert lehet, hogy a többi képet máshogy akarom vágni, majd Synchronize, és kész is. Ekkor a Lightroom a már megszerkesztett fotó beállításait átmásolta a többi kijelölt képre. És ezt akár több száz képpel is el tudom játszani, így gyakorlatilag pár másodperc alatt meg tudok szerkeszteni nagyon-nagyon sok fotót. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó. Ha van valami trükköd vagy tipped, amivel gyorsabban lehet a fotókat megszerkeszteni, akkor kérlek írd meg kommentben. Köszönöm szépen! Ha szeretnéd látni, hogy hogyan szerkesztem meg a ti fotóitokat Adobe Lightroom-ban, akkor ajánlom ezt a lejátszási listát itt. Ha pedig szeretnél jobban elmélyülni a Lightroom-os fotós utómunkában, akkor pedig ajánlom a Lightroom által zég online tanfolyamat, majd azt is belinkelem a videó alá. Nem sokára találkozunk! See ya.